Koszta József Általános Iskola magas szintű oktatás mellett nagy figyelmet fordít a korszerű oktatási eszközök beszerzésére és használatára is. Gondolok itt az interaktív táblákra, illetve az interaktív tananyagokra. Egy pályázatnak köszönhetően bővült is az iskolának e fajta eszközkészlete, és ezzel kapcsolatban köszöntöm Szemeridi Andrást, az intézmény igazgatóját. Milyen eszközökről van szó? Olyan eszközökről van szó, amelyek a TIOP 1.1.1-es pályázat keretében kerültek a városi önkormányzat fenntartásában lévő általános iskolákba. Tehát magát a pályázatot Szentesváros önkormányzata nyerte meg és bonyolítja. Mi tulajdonképpen a haszonélvezői vagyunk ennek a pályázatnak. Alapvetően ezzel a pályázattal, ugye mint a címe is mondja, hogy multimédiás oktatás korunk iskoláiban, multimédiás eszközök elég nagy számban kerültek intézményünkbe. Interaktív táblákról van szó, és multimédiás számítógépekről, amelyeket a tantermeinkben tanulói használatra helyeztünk el. Kik azok a tanárok, akik bonyolítják ezt a projektet? Hát mondhatnám, hogy az egész iskolai kollektíva részt vesz benne. Természetesen azok a kollégák, akik ezekkel az IKT eszközökkel felszerelt tantermekben gyakrabban tudnak órákat tartani, azok nagyobb lendülettel viszik ezt a pályázatot, ennek a megvalósítását, de azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy minden kolléga aktívan megkapcsolódott a pályázat megvalósításába. Ez pontosan mennyi eszközt jelent az iskola számára? Itt ugye meg kell különböztetni azt, hogy voltak az iskolának már projektorai, multimédiás számítógépei, és volt interaktív táblája is, 3 darab. Nagyságrendekkel növekedtek a lehetőségeink, mert 9 új interaktív táblát helyeztünk el a pályázat során az intézményben, ebből 2 a Derekegyházi tagintézményben található, 7 új tábla pedig itt a főépületben. És azt hiszem, hogy itt a nagyságrend érzékelteti azt, hogy mennyiben több lehetősége lehet az általános iskolának. Január 2012-től a Koszta József Általános Iskola abban az elismerésben részesült, hogy tagja lett a Smart Referencia Iskola hálózatnak, és ezzel kapcsolatban köszöntöm a mikrofon előtt Seres Katalint projektvezetőt, aki alsó tagozatosokat tanít az interaktív tábla segítségével. A diákok hogyan viszonyultak ehhez az új eszközhöz? A gyerekek nagy örömmel használják az interaktív táblát, a táblán sokkal érdekesebb, színesebb feladatokat tudunk megoldani, és ez sokkal jobban motiválja a gyerekeket a tanulásban, sokkal érdekesebbnek, izgalmasabbnak tartják így a tanulást. Milyen eszközök szükségesek ahhoz, hogy ez az interaktív tábla, ez az interaktív tanítás működhessen, mert itt, ahogy beléptünk a tanterembe, már egy tollat is láttunk, ahol, amivel távolról is lehet vezényelni az órákat. Az interaktív tábla össze van kötve egy számítógéppel és egy projektorral. A monitor képét vetíti ki a projektor a táblára. A táblán a különböző objektumokat lehet mozgatni, forgatni, be lehet szúrni hivatkozásokat, képeket, videókat az oldalra, illetve használhatunk tollakat, tehát írni lehet a táblára, illetve van egy vezeték nélküli digitális palattáblánk, amivel messziről és távolabbról is lehet, akár a terem túlsó feléből is irányítani a táblát. A gyerekek hogyan fogadták hozzáírni a táblához, rajzolni? Hát a gyerekek akár kézzel, úgyal is lehet a táblára írni, tehát ezt különösen nagyon szeretik, de mozgatni, forgatni is nagyon szeretik a képeket. Hát örömmel érnek hozzá, maga az érintés egy kisgyereknek nagyon fontos. Ha el kell képzelni egy ilyen feladatot ezen az interaktív táblán, akkor említsen már meg egy párat, hogy milyen játékos elemekkel van tűzdelve.
A tankönyvkiadók készítenek digitális tananyagot a tankönyveikhez, de én magam is készítek a gyerekeknek saját tananyagot. Ezeket mindig igyekszem színesre, képekkel teli, érdekesebbé tenni. Milyen elemek vannak, amelyek érdekesebbé teszik az órákat? Gondolok ilyen kiemelést, milyen technikákat lehet itt alkalmazni? Az objektumokat animálni lehet, tehát lehet forgatni, elhalványítani, akár sokszorosítani, klónozni. Kiúsznak a képek, tehát mozgathatóak a képek, és ez az, ami a gyerekeknek különösen tetszik. Milyen tanfolyamokon kell részt venni ahhoz egy tanárnak, tanárnőnek, hogy az interaktív táblát tudja használni? Hát én két 30 órás akkreditált tanfolyamot végeztem el a tábla használatával kapcsolatban, majd a második tanfolyam után az LSK Hungária, mint a hivatalos forgalmazója a SPAR táblának, felajánlották, hogy az oktatói képzést is végezzem el, így én most már ezt majd oktathatom is. Január 2012-től a Kosztó József Általános Iskola abban az elismerésben részesült, hogy tagja lett a Smart Referencia Iskola hálózatnak. Hogy ez mit is jelent pontosan, erről kérdezem Luca Lászlót, a projekt felsős koordinátorát. Projekt keretében az iskolánk számtalan bemutató órát fog tartani, általában havonta egy bemutató óra várható. Ezen kívül új eszközöket is kaptunk, aminek a bemutatása is a mi feladatunk lesz. Melyek ezek az új eszközök? Egyik új eszköz az egy matematikai program, amelyet a Smart-tól meg lehet vásárolni. Ez általában függvényábrázolásnál adja a legtöbb segítséget a tanároknak. A másik az egy kis eszköz, ami segítségével a tanterem bármely pontjáról irányítható az interaktív tábla. A harmadik eszköz az pedig egy dokumentumkamera, amely nagyon hasonlít a mikroszkóphoz, és a régi epidioszkópot egyesíti magában. Hányan vettek részt tanárok ebben a projektben? A Smart elvárja azt, hogy a tanári kar többsége részt vegyen benne. Javarészt most hárman visszük a vállunkon a terhet, a Seres Katalin, ő a projektnek a vezetője, Olaszné Vince Gabriella, ő az alsós irányító, és jó magam. És ha jól tudom, akkor említette még a beszélgetésünk elkezdésekor, hogy ön is tart órákat, hogy hogyan kell ezeket az eszközöket igazából használni. Igen, általában egy 10, illetve 30 órás tanfolyamok vannak ennek a anyagnak az elvégzéséhez. Általában megtanítjuk kalibrálni, hogyan használják alapvetően ezeket az interaktív táblákat, majd pedig megismertetjük az aktív tábla szoftverrel. Hogyan fogadják ezt a tanárok, mennyire nehéz ezt elsajátítani, és mennyiben könnyíti az ő munkájukat? Elsajátításról annyit, hogy az változó. Van, aki nagyon könnyedén, nagyon gyorsan megérti, és gyorsan is dolgozik vele, van, akiknek kicsikét lassabban megy. A munkáját a kollégáknak általában megkönnyíti, egyrészt azért, mert a gyermekeknek színesebb így az óra, mégis interaktív eszközeken dolgoznak. Ami talán egyik leghasznosabb része, hogy bármikor online, interneten tudunk dolgozni a gyerekekkel. Számtalan ilyen flash van fent a interneten, amit hogyha a kollega megtalál, akkor nagyon nagy segítsége lehet az órai munkában. Interaktív tananyagokat létrehoznak itt tanító tanárok is? Igen, mi is szoktunk létrehozni ilyen anyagokat, bár interneten is elérhetőek ilyenek, és akkor azokat mi átalakítjuk a saját óránknak megfelelően.